Halé, szia, szevasztok! Zsíros deszka vagyok. Ez most jó volt így, tényleg? Na mindegy. Tegnap elmentünk bevásárolni, vettünk 3 iPhone XS, ezt nagyon így mondják. És igen, asszony meg a lányom rózsaszint vettek, én meg feketét vettem, úgyhogy ja, ennyit erről. És ez most ilyen bemutató szeretne lenni, csak úgy nagyon röviden elmondom, hogy miről van szó. Van már vagy 20 000 videó a YouTube-on erről. Ami más lehet az én videóimban, hogy gyökér vagyok. Tehát egy gyökér mutatja be nektek, hogy miről van szó. Nem szponzorált a videó, tehát ha valami nem tetszik, akkor azt is elmondhatom. Köszönet a nem szponzorációért, de majd olyat rástukkolok az Apple-ra, hogy szétszakadnak. Na mindegy. Tehát a dobozban ami található volt, ugye a telefon önmaga, egy töltő és egy fülhallgató, ami akkora ratyi, úgy rühellem az Apple-nak a fülhallgatóit, hogy valami eszméletlen. Ugye egyébként is rühellem ezeket a fülbedugó fülhallgatókat, de az Apple-ét azt meg úgy külön. Valahogy ja, berakod egy füledbe és így önmagától kiesik, tehát nem arról van szó, hogy mozogsz vagy ilyenek, hanem csak úgy berakod és már kinn is van. Lehet, hogy nekem van rohadt nagy füljukam, vagy én nem tudom, de ja, írjátok le a kommentekbe, ha ti is így gondoljátok. Tehát azt így alapjáraton kiszoktam dobni, így nagyon nagyot lendítek rajta, és viszont hányás. Tehát jobb, ha bele se rakják. Az lett volna a legjobb nekem, mert nem idegesítem fel magam. Nem mint ha így felidegesítettem volna, de több mindegy. Na, amit kaptam hozzá egy ilyen extra tartozékot, ez egy ilyen kis töltő, memória kártya, vagy én nem tudom, hogy a G-komba hívják magyarul, tehát ugye, amikor nem elég a memóriád, át akarod pakolni valahova, akkor ez az, ahova át akarod pakolni. Csak annyira pici, 32 GB, hogy 32 GB, nem tudom, 10 videó, és már annyi. Tehát ez is egy nagy rakás az. Ja, amire én amit szoktam használni, ez kb. Ekkora, mint ez a doboz, és hard disk, és nem is gigabyte-ba mérik, hanem valami annál feljebb, valami T, vagy én nem is tudom mibe. De valami nagyon brutális. Tehát nagyon durván lehet rápakolni, és még azt se érzi meg. Nos, tehát ugye nekem van ez a 7-es telefonom, azóta kidobták ugye a 8-ast, meg mit tudom én, mindenféle jobb pofiságot, és nem igazán akartam lecserélni, mivel hogy ugye át kell szokni, mindig megváltoztatnak rajta valamit, és ami a nagy változás, ugye, hogy ez full screen, tehát nincs rajta ez a gomb, ami igazából ezen van, és ezt már én így megszoktam, hogy így nyitom ki, így csukom be, meg stb. Ezen meg nincs, viszont ami rohadtul nagy előny ezen, az újon, hogy a videófelvétel kicsit jobb lett, jobb érzékelőket tettek bele. Ez se rossz egyébként, ezt úgy önmagában szeretem, tehát azért nem is akartam úgy ráhajtani nagyon, hogy másik kéne. És a fotók, tehát a fénykép, ugye? Nagyon szuper tuti beállítások vannak rajta, úgy alapjáraton. Tehát ez volt az a két dolog, amiért úgy döntöttem, hogy oké, legyen, és nagyjából annyi. Minek vettem én ezt a telefont? Ja, ezen kívül azt mondják, nem tudom, hogy ez még nem tudom, hogy igaz-e, de nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy igaz, mert még mindig fullba vagyok a töltéssel, tehát hogy az aksinak az időtartama, a használata ugye, ennél, mint amint tudjuk, elég gyorsan lemerül, már relatív, ugye egy normális használat mellett. Én általában már esténként úgy töltőre szoktam dugni, délutánunként, tehát hazajövünk, és akkor még akarok rajta variálni valamit, és már úgy töltőről nyomatom. Ez viszont azt mondják, hogy reggeltől estig tuti frankon bírja, tehát meglátjuk. Erről még nem tudok mondani semmit, egyelőre jól bírja, kafaság van. Tehát nagyjából ennyi, nem is tudom, hogy miért készítem ezt a bemutatót, gondolom, hogy csak vagánykodni szerettem, hogy én vagyok a királygyerek, megvettem az iPhone 10-est, vagy valami ilyesmi, tehát sokat nem tudok még róla mondani, ténylegesen ennyi, és igen, van rajta ez a jó pofiság, hogy nincs ott a gomb, így azért, tehát ezt azért hozzá kell tenni, hogy a full screen-je, az pont akkora, mint a, tehát így az egész telefon így kisebb lett. És ugyanakkor a képernyővel tudok variálni, mint a 7-esnél. Ez nagyobb telefon, ugye?
Tehát ez is egy előny volt, mert ez egy picit nagy, tehát úgy jó úgy nézegetni, meg ilyenek, tehát úgy a képernyője miatt pontosan jó nézni, meg stb., de úgy önmagában a készülék egy picit nagy, tehát amikor be akarom csak dobni a zsebembe, vagy ilyenek, akkor néha egy kicsit nyűgös a dolog. Vannak ilyen kisebb zsebeim, ahova már alig akar beleférni. Ez viszont úgy pont úgy pöpec. Tehát ez is egy előny volt, full screen, és nagyjából szerintem ennyit tudok egyelőre elmondani róla. De ja, nem is ez volt benne a lényeg, csak hogy legyen ma is videó. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és ja, sziasztok!